A találkozón végig dominált a PNP félegyháza. A különbség lehetett volna nagyobb is, tekintve, hogy sok esetben a kapufát találták el a játékosok. Sérülések és eltiltások miatt tartalékosan állt fel a csapat, de a játék képe alapján így is megérdemelt győzelmet aratott az együttes. Miksi István vezetőedző az ezüstérem bebiztosítása után azt hangsúlyozta, hogy ezt a sikert a csapat és a szurkolók közösen értékel. Az ág is húzza a szegény embert, megint van két sérültünk, ugye az Ignác Vilmos, aki ott van a góllövőlista harmadik helyén, ugye a múltkori orosházi mérkőzésen késsérülést szenvedett, illetve az Almási Dávid bal szélen ő is műtét előtt áll, úgyhogy bízunk hozzá, hogy ezt az egy meccset valahogy kihúzzuk, és be tudjuk húzni, és utána aztán a pihenésben mindenki tud regenerálódni, és akkor új erővel nekivágunk a következő szezonnak. Az őszi szezonban úgy szenvedett vereséget a félegyháza a Török Szent Miklóstól, hogy vezették a tabellát. A hétvégi mérkőzésen ezt a kudarcot próbálta meg feletetni a csapat azzal, hogy tartalékosan is mindent megtettek a győzelemért. A szezon során az érmes helyezés elérése volt a kitűzött cél, hosszú időn keresztül versenyben maradt a félegyháza az első helyért, de néhány találkozó nem úgy alakult, ahogy eltervezték, így végül az előkelő második helyezést tudták megszerezni. Bíztunk benne, hogy meg lesz a győzelem, azt is, hogy maga biztos lesz, sajnos sok sérültünk volt, de azért igyekeztünk oda tenni magunkat. Elég sok helyzetet kihagytatok attól függetlenül. Igen, a helyzetek megvoltak, kapufa ma nem volt velünk, ha jól számom 8 vagy 10 kapufát lőttünk, és hát azért az ellenfél azért küzdött, hajtott a végén, szívta magát. Erősen játszottak, keményen ellenetek, fel kellett azért venni a kesztyűt. Igen, hát a kézilabda az társasjáték, nagyon jó kapni, de még jobb adni. Az utolsó forduló előtt 37 ponttal vezeti az Algyő az MB2-es kézilabda bajnokság délkeleti csoportját. A PNP félegyháza 34 pontot gyűjtött, 16 győzelem mellett 3-szor vereséget szenvedtek, és 2 döntetlent értek el. Május 10-én a bajnokság utolsó mérkőzésére kerül sor. A csapat az 5. helyen álló Martfű együttesét fogadja.